Fogás úr, mindjárt megbeszéljük, hogy mi újság Európában és a világban, meg főleg Magyarország tekintetében a gazdasági életben, de néhány helyen súlyos zavargások robbantak ki a megszorító intézkedések és a nagyvállalatok ellen szervezett hétvégi tüntetéseken, úgyhogy szerintem nézzük meg először az erről szóló összefoglalót. A világ 82 országában és 950 városában tartottak demonstrációkat. Az egy hónapja New Yorkban indult, foglaljuk el a Wall Street-et mozgalom tagjai, több helyen is letáboroztak a városok üzleti negyedeiben. Az elemzők azt mondják, hogy akár a 30-as évek ideológiai szélsősége is újraérhetnek a gazdasági és a társadalmi feszültségek miatt. Hát lássuk! Londonba költözött a kairói Tahrir tér. Legalábbis így vélik a Foglaljuk el mozgalom angol tagjai, akik a brit főváros üzleti negyedében a Szentpál székesegyház előtt verték fel sátraikat a hétvégén. A tábori konyha, a médiaközpont, az első segélynyújtó hely arra utalnak, hogy hosszabb időre tervezik a maradást. Van víz és élelem is. Reméljük, hogy hamarosan lesz gáztűzhelyünk is, így fel tudjuk majd melegíteni a vizet. Tisztaságot akarunk tartani, mert nem szeretnénk, ha patkányok jelennének meg, mondta az egyik tüntető. London központjában a hétvégén összecsapások alakultak ki, amikor a rendőrök sorfalat képezve igyekeztek megakadályozni, hogy a kapitalizmus ellenes demonstrálók betörjenek a Szentpál székesegyházba. A tüntetők nyomatékosítani akarták követeléseiket, főként azt, hogy a kormányok világszerte elsősorban ne a bankok és a nagyvállalatok érdekét, hanem az övéket tartsák szem előtt. A székesegyház vezetése támogatásáról biztosította a fiatalokat. Szerintem az embereknek joguk van tiltakozni, és ez örvendetes. Főleg mivel a tüntetők többnyire tiszteletteljesen viselkednek, mondta a katedrális egyik vezetője. Rómában viszont annál dühösebbek voltak a helyiek, akik vasárnap reggelre mindenfelé kiégett gépkocsikat, betört kirakatokat, megrongált bankautomatákat, felszerett kockaköveket láttak. Évek óta nem tapasztaltak ekkora pusztítást tüntetésen. Ráadásul a demonstrálók egy katolikus templomba is betörtek, és összetörtek néhány szobrot. Civilizált országban ilyen dolgoknak nem szabad megtörténni, nem szabad ezt megengedni, vélekedett egy római lakos. Sokan vertek sátrat Frankfurtban is, az Európai Központi Bank épülete előtt. Ott nem robbant ki erőszak. Itt maradunk, hogy amikor a bankárok átmennek köztünk, lássák az arcunkat. Lássák, hogy azért vagyunk itt, hogy harcoljunk az általuk elkövetett pénzügyi büntettek ellen, mondta egy német fiatal. New Yorkban viszont, ahonnan a mozgalom egy hónapja elindult, a rendőrség 70 tüntetőt vett őrizetbe, akik a Times Square-en akartak felvonulni. Többen közülük betörtek a Citibank egyik fiókjába. Néhányan pedig zsidókat inzultáltak. A hétvégén globálissá vált világforradalom mozgalom megmozdulásai láttán sokan attól tartanak, hogy a gazdasági válság miatt visszatérnek az 1930-as évek jobb és baloldali szélsőségei. Görögország, Spanyolország, Olaszország és Nagy-Britannia évtizedek óta nem látott olyan tiltakozás hullámot, mint az elmúlt hónapokban. Sokan attól tartanak, hogy a szociális egyenlőtlenségekből fakadó düh, a tiltakozások, a politikai bizonytalanság akár egy évtizedig is eltarthatnak. Rémisztő képeket néztünk Pogácsa Zoltán nemzetközi közgazdásszal, a szociológussal. Jó reggelt! Hát ugye a rémisztő képeken túl az emberek indulatait valahol még érteni is véli a néző, és főként akkor, hogyha neki magának is rossz hitelei, rossz befektetései, vagy a bankok által elszenvedett sérelmei vannak a jelek szerint, ez minthogyha meg tudná mozdítani a félvilágot. Persze, és azért ezek a rémisztő képek, ezek csak egy része a történetnek, tehát például a római zavargásokon ilyen futballrajongók kerültek a tömegbe, ugye ezekről a tüntetésekről tudni kell, hogy ezeknek nincsenek vezetői, tehát ezek nem ilyen szerb, valaki által szervezett tüntetések, így nem tudják kontrollálni, hogy kikerül a tömegbe, és az, hogy most 5-10 ember betör néhány kirakatot, az nem jellemző, tehát ez a világ több száz országában rengeteg békés tüntetés, ezek a képek, ezek nem jellemzőek igazából a békés tüntetés.
tüntetések. Hát igen, de a békés tüntetések is jelentenek valamit, jelentik azt, hogy van egy felháborodás, van egy fájdalom az emberekben, ami előbb-utóbb valamilyen módon a felszínre tör. Így van, az emberek szerintem nagyon jól érzik, hogy az utóbbi évtizedben, két évtizedben igazából a tőkepiacok, a bankszektor elvált a reálgazdaságtól, és olyan folyamatok indultak, amelynek az eredményeképpen ebbe a válságba jutottunk. Ugye lehet tudni például, hogy az amerikai válság, a 2008-as, ami kirobbantott ezt a világválságot, ez a nagy pénzügyi cégeknek a rossz hitelezésével és a csőd közeli helyzetével, sőt némely esetben csődjével kezdődött. Tehát szerintem valamit nagyon jól éreznek itt az emberek. Hát egyfelől. Másrészt meg ugye minden elemző elmondja, hogy bankok nélkül ellenben nem megy tovább. Tehát a bankokat meg kell erősíteni, a bankokat erőben kell tartani, mert összeomlanak a gazdaságok, hogyha a bankok nem erősek. Ez az embereknek viszont nem fog tetszeni, ez a mondat önmagában sem. Persze, nagyon szimpatikus. Bankokra szükség van, csak nem ekkora bankokra. Ugye ma az Egyesült Államokban például 4 nagy bank a tőkepiaci eszközállomány több mint 60%-át birtokolja, és az Obama kormányzat csinált egy tanulmányt, hogyha olyan méretű bankokra vágnánk szét a bankokat, amelyek már nem jelentenek rendszerkockázatot, mert ugye azért kellett kisegíteni a bankokat, mert túl nagyok, akkor ebből a 4 bankból 350 bankot kellene csinálni. Tehát annyira erős koncentráció volt, hogy gigantikus pénzügyi. Viszont lehet, hogy ezek a bankok ilyen nagy számban sokkal mozgékonyabbak és sokkal felhasználóbarátabbak lennének, azaz az emberek úgy éreznék, hogy az ő bankjuk, és nem úgy éreznék, hogy más bankja. Így van, és hogyha egyik őjük bedőlne, akkor nem kellene feltétlenül kimenteni, hanem ugye az lenne, amit Adam Smith óta a kapitalizmusról gondolunk, hogy csődbe mehet, és az nem baj, ha csődbe megy, jön helyett a másik, de így muszáj az államnak megmenteni. Na jó, akkor most hazaérünk a görög válságon át. Görögországot meg kell menteni? Az Európai Uniót meg kell menteni? Görögországot most már nem lehet megmenteni, tehát az a besorolása, hova a görög államkötvények kerültek, az már azt jelenti, hogy 90% fölött van a valószínűsége annak, hogy Görögország bedől. Most már arról vannak a beszélgetések, hogy hogyan lehet menedzselni a görög állam csődöt tulajdonképpen. Tehát ma már igazából szinte senki nem gondolkodik abban, hogy megmentjük. Igen, ám csak, hogyha a görög állam csődről beszélünk, akkor itt nagyon sokan azt vizionálják, hogy ez az euró problémáját is felveti, és az euró fenntarthatatlanságát, mint fizetőeszközét ugyanúgy. Ez teljesen így van, hogyha a Görögország állam csődbe kerül, már csak egy hajszál választja el például a spanyol vagy az olasz államkötvényeknek az újrafinanszírozási rátáját attól, hogy azok is ilyen csődközeli helyzetbe kerüljenek, és van egy ilyen járványhatás, hogyha Görögország bedőlne, akkor egész biztos, hogy ezek is fölmennének. Nagyon nehéz helyzetbe kerülne az olasz és a spanyol állam, hogy az adósságát refinanszírozza, és ugye tudjuk, hogy ennek az európai kisegítő idéglenes alapnak, amit létrehoznak, nincs annyi pénze, hogy ezeket megmentse, körülbelül 4-szer annyi pénzre lenne szüksége, ha Spanyolország és Görögország is és Olaszország is bedőlés közeli helyzetbe kerülne, mint amennyi pénze van. Tehát nagyon-nagyon komolyan az eurozóna létét veszélyezteti már ez a dolog. Igen. És akkor a mi problémánk? Ugye Orbán Viktorék gazdaságpolitikája azon alapul, hogy erőt mutasson a magyar gazdaság, legalábbis azt mutassa, hogy nincsen csőd közeli helyzetben, ezért kell a belső államadósságot csökkenteni folyamatosan és igen drasztikusan. Nagyon sokan azt mondják, hogy egyrészt ez idén jól hangzott és jól is működött, másrészt látja a világ, hogy 2012-re ez ilyen módon folytathatatlan, ahogy most a Matolcsi féle gazdaságpolitika ezt előrevetíti. Többen azt írták az elmúlt napokban, hogy ismét Magyarország leminősítése következik. Mennyire reális ez a kép? Igen, tehát ez egy felemás gazdaságpolitika, mert azt hiszem, hogy azt a 2000 és 2010 közötti időszakból megtanultuk Magyarországon, hogy nem lehet elszaladni az adósságállománynak, nem lehet költségvetési hiányokat csinálni évről évre. Tehát az nagyon rendben van, hogy az adósságállományt igenis csökkenteni kell. Ebben már ma a közgazdászok egyetértenek. Abban nincs egyetértés, hogy ezt hogyan kell tenni, ezt nem lehet a jövő terhére tenni. Tehát emellett befektetni kell a jövőbe, és hogyha ezt úgy tesszük, hogy ezzel tulajdonképpen feléljük a jövőnket, például forrásokat vonunk ki az oktatásból, vagy forrásokat vonunk ki a foglalkoztatásból, mert ugye Magyarország alapvető problémája az írtózatosan alacsony foglalkoztatás, tehát hogyha ezekben az emberekben nem befektetünk, hanem kivonjuk az alrendszerekből a pénzt, akkor egész biztos
biztos, hogy vissza fog térni ugyanaz a hiány újra, és akkor nem lesz fenntartható ez az államadósság csökkentés. Ami egyébként például a JP Morgan elemzői szerint most sem fenntartható, ugye ők tegnap azt írták, hogy amit 2012-re gondol a kormány, az aligha, amit 2015-ig, hogy 63%-ra viszi le az államadóságot, az viszont kizárható, hogy megvalósuljon, azt ők 2020-ra olyan 70% körüli számra prognosztizálják. Ez teljesen más, mint amiről Orbán Viktorék beszélnek. Mekkora kockázatot jelent ez, mert ugye más az, hogy mit mond a kormány itthon, és más az, hogy viselkedni kell külföldön. Persze, de ebből a szempontból én nem a hitelminősítőkre vagy a JP Morganre hallgatnék, ezek össze-vissza beszélnek. Tehát amikor, amikor az Orbán kormány megalakult, akkor nagyon pozitívan ítélték meg ugyanazt a gazdaságpolitikát, amit most kedvezőtlenül, és a hitelminősítők tudjuk, hogy az utóbbi 5 évben össze-vissza minősítettek olyan nagyon pozitívan olyan országokat, akik aztán 2 héttel később bedőltek, meg bankokat. Tehát nem rájuk hallgatnék, de az egész biztos, hogy kockázat ez a pálya, de kiszámíthatatlan, tehát én azt gondolom, hogy a jövő évben nagyon kemény világgazdasági válság lesz, jön vissza a híres második V-je a W-nek, és ez között a körülmények között, még súlyosabb nemzetközi körülmények között kell majd Magyarországnak gazdaságpolitikát csinálni, tehát jó lett volna, hogyha az elmúlt 1 évben fektetünk be, mert jövőre még nehezebb lesz. Akkor azokkal ért egyet, akik azt mondják, hogy a nyugdíj vagyont azt a nem kis összeget, azt voltaképpen elherdáltuk az elmúlt 1 évben? Az egész biztos, hogy a magánnyugdíjrendszer az nagyon rosszul működött és problémásan, tehát azzal kellett valamit kezdeni. Az egyáltalán nem szerencsés, hogy amikor azt az állam átvette, akkor abból például vásárolt MOL-plakettet, meg ilyesmit. Tehát nem biztos, hogy az összeset elherdáltuk, de nem biztos, hogy prudensen gazdálkodott az állam azzal a vagyonnal, amit átvett. Na és végezetül ugye szabadságharcot hirdetett az Orbán kormány az IMF-fel szemben, amelyik a múlt héten szépen csendben a fű alatt visszaszivárgott a magyar kormány hívására. Elvben az önkormányzati törvény módosításának konzultációjára gyakorlatilag sokan azt vélik felfedezni, hogy újabb hitelösszegért folyamodtunk az IMF-hez, csak titokban. Igen, ez megint egy ilyen felemás dolog ez az IMF, mert persze az IMF nagyon sok rossz dolgot csinált az utóbbi évtizedekben, ez ma már konszenzusos, azt hiszem. Ebből a szempontból egy oldalról indokolt az, hogyha egy ország függetlenedni akar ezektől a kényszerzubbonyoktól, de ha közben meg nagyon hasonló dolgokat csinál, amit egyébként is csinálna, hogyha itt lenne az IMF, akkor igazából meg nem sok értelme van az ilyen típusú szabadságharcnak, hogy mire készülnek együtt, azt persze nem tudom megjósolni, azt meg majd meglátjuk. Köszönöm szépen, hogy benne volt.